A műsor elkötelezett támogatója a Korzó. A műsor támogatója a Dr. Rose Magánkórház. És van itt még egy nyúl. Továbbá két gabonasikló, két csuklyás patkány, egy madárpók, 7 gekkó, 2 ékszerteknős, 34 egér, a terráriumban csótányok, továbbá lisztkukacok és gyászbogarak. Rajtuk kívül lakik itt még 3 gyerek, egy apuka, egy anyuka, az anyuka hasában pedig egy baba. Ismerjenek meg egy igazán vidám családot. Megvan? Meg. Kész vagyok! Ne. Ez szaladt kész, vége. Na, hát nem ez volt életem legkiegyensúlyozottabb konferálása. Még én a nyullal szerencsétlenkedtem, addig Botond, a középső fiú a konyhában anyának segített. Készül az ebéd. És a Botiék takarítani is szoktak? Igen. Ez nem volt túl meggyőző. Hát... A szobánkat kitakarítjuk. Igen, azt ők takarítják. Ha szükséges, ez a kulcs. De szükséges? Hát, tegnap már szükséges volt. Ákos, most miért szedted ki? Mit szedtél? Ez egy... milyen kigyó? Ez élő? De mi, most miért szedetted ki apával? Ez Ákos, van. A konyhába. Ez egy konkrét élő kigyó? Igen. Ő pitonka. Hát... Erre mondják azt, hogy ízlések és pofonok. Ugye csak, a konyhába ne hozzátok már be, jó? Jézus Mária! Vigyétek vissza, jó? Rátekered a fiadra? Nem akarom! De miért hoztad ide? Úgy is fogdosd össze a vizét. Nem, menjünk csak kezet mosni. Na, hát ide már csak egy csecsemő hiányzik. Miskolcon vagyok. Az első meglepő fordulatok után azért én látom, apa és anya igenis próbál urrá lenni a káoszon. Áki, köszönöm a segítséget. Nagyon kedves vagy, nagyon ügyes vagy, de ez így nem jó. Helyreáll a rend. Az átmeneti nyugalomban gyorsan bemutatom a családot. Ő Marian, kémikus, egyetemi docens, 3 fiú édesanyja. Ő pedig Tamás, szintén kémikus. Marian második férje, egykori egyetemi tanára, aki felesége első házasságában született gyerekeit, Bálintot és Botit a sajátjaiként neveli. Ákost, a közös fiúkat azt hiszem már nem kell bemutatnom. Így élnek ők egyelőre 5-en egy barátságos tetőtéri lakásban, ahol a fiúk kívánságára először is tartsunk egy rövid állatsereg szemlét. Ő viszki, ő meg szidiót hátul. Szidiót? Igen. És szidi. Ők patkányok? Igen, csukies patkányok. Miért pont patkány? Hát, mert cuki? Igen, meg mert okosak. Aha. És ki is veszitek őket? Igen. Na, mut is. Egy kis nasiéval elég sok mindent megtesz. Be lehet tanítgatni őket vele. Jaj, nem, mégsem, köszönöm szépen. Nem. Itt vannak a... Csótányok. Csótányok, patkány, csótány. Nagyon jó. A pókot etetjük vele, meg a gekkókat. Hány a gyeretek van? Hát... Sok. Elég sok. És mi célt szolgálnak? Ha szabad kérdeznem. Kigyó van. Kigyó eredel. Ők ékszerteknősök. Igen. Mondhatom azt, hogy ti ilyen állathalmozók vagytok? Igen. És miért? Hát... Én ilyen állat lenni, és akkor mindent, amit kinyígunk, azt mondja, megveszi. Bálint, Boti, azért nektek tényleg nagyon szuper anyukátok van, mert az én fiam hiába nyígna patkányokért. Én így nőttem fel. Tehát nálunk hernyók voltak a szekrény tetején. Mert?
Hát mert összeszedtük, ugye én falun nőttem föl, és mielőtt apukám permetezett, összeszedtük a hernyókat. És a férjed mit szól? Volt férjem? Nem, a mostani. A mostani? Ő szeretett, nekik is volt cica, hörcsög, hal. Azt mondja, hogy a fiúkkal hogy jön ki? Milyen volt a megismerkedés? Azért ez nem mindig egyszerű. Az igazság, hogy mivel mi kollégák vagyunk, ezért a gyerekek úgy nőttek fel, hogy csecsemőkoruk óta ismerik. Összeröfenés, ez mindig van, mert hogy tanulni kell, le kell feküdni, nem akarok aludni menni, miért kell fölkelni, de ez minden családban megvan. És a férjek jobban vannak? Tehát a persze. Volt férjed és a jelenlegi férjed, a Tamás? Ha a telefonon is szokták, ha valami van, akkor simán felhívják egymást, tehát nincs rihari meg ilyenek. Sőt, volt férjem azt mondta, hogy ő még örül is neki, hogy Tamás jött ide, nem pedig egy vadidegen, aki ki tudja, hogy viselkedik, mert ugye ő is ismeri, ismerte is. Ez lenne a normális. Tehát nem az, hogy most én elváltam, és akkor most én bezárom az ajtót, és onnantól kezdve nem beszélek. De épp ezt mondtuk, beszéltük a volt férjemmel, Gergővel, hogy ez két normálisan gondolkodó ember is kell. Igen, ehhez is két ember kell. Nekem nagyon tetszik ez a hozzáállás, bárcsak mindenhol így lenne. A srácokon is látszik, hogy boldog gyerekek, akik már várják, hogy megszülessen a kis húguk. Hát örülünk, mert végre összejött egy kis hugi. Mert egy lány az elég kevés van a családban, mert fiú uralom van. Csak annak nem örülök, hogy teli lesz Barbie babával, meg sminkkészlettel a lakás. Hát, Vati, azt te már meg fogod úszni. Kikérjük magunknak a nők nevében. Nem minden nő csak a smink és a Barbie iránt érdeklődik. Lehet, hogy ő lesz a legnagyobb nyúl és kígyó imádó a családban. Hát. Bati, azt minette ő ilyen lesz, addigra már rég megnősz is elköltözöl innen. Na, a barbis időszakban még tutira itt élnek a fiúk. A házaspár ismerettsége, ahogy már említettük, régre nyúlik vissza. Marianna Miskolci Műszaki Egyetemen Tamás egyik hallgatója volt. A korrekt tanár-diák viszony jellemezte kapcsolatukat. Aztán az akkor még aglegény Tamás hosszú évekre az Egyesült Államokba utazott, ott írta a doktoriát. Amikor 2002-ben elmentem PhD-t csinálni, mert ugye ahhoz, hogy ebben az egyetemen vigye valamire oda a doktori fokozat kell, meg kell csinálni a doktorit, akkor kérdezték, hogy tudok-e valakit a hallgatók közül ajánlani, aki majd esetleg foglalkozik azokkal a dolgokkal, amikkel én, és akkor mondtam, hogy esetleg ő lehet. Mert nálam csinálta a diplomunkáját. Amikor hazajött Amerikába, én csodálkoztam azon, hogy úristen, nem feleséggel, meg gyerekkel jött haza, hogy lehet. De hát ugye mi éltük Gergővel az életünket, megszületett Bálint, utána megszületett Boti, visszamentem dolgozni, ezzel nem is volt probléma. Ugye addig, amíg el nem váltunk, tehát mi tök jól eldolgoztunk egymással, konferenciáltunk minden, és akkor ugye látta, hogy ki vagyok bukva. És akkor hát úgy ez így jött, hogy kérdezte, hogy mi van. Igen. Aztán addig ápolta, amíg itt kötöttünk ki. Te miért váltál el? Nem illettünk össze. Tehát erre így rájöttünk, így, hogy teljesen más mentalitásúak vagyunk. És nálunk... erre két gyerek után jöttetek rá? Igen. Tehát ez úgy már lehetett érezni még az elején is, hogy valami nem lesz, nem, valami nem kóser, de nagyon sokáig gondolkoztunk rajta, de aztán végül is úgy döntöttünk, hogy jobb lesz, hogyha ő megy erre, én meg megyek arra, mert nem lesz jó vége. Tehát már kezdett stresszbe átmenni az egész. Próbáltuk nagyon sokáig összekaparni magunkat, de többször neki futása sem sikerült. Hát, de végül is ő is jól jött ki belőle, én is jól jöttem ki belőle, a gyerekek is, tehát úgy, hogy mondjam, nincs bűntudatom. Én néha azt éreztem, vagy azt látom, hogy egy elvált nő, akinek van egy vagy két, vagy akárhány gyereke, így rajt van a homlokán a billog, hogy vele már vigyázni kell, mert gyereke van. Benned nem merült fel, hogy most akkor kapsz egy majdnem komplett családot? Hát, nincs ezzel semmi baj, tehát a gyerekek az jó, hát van velük munka, meg néha van velük egy kis idegeskedés. De hát a gyereket nevelni kell, és a gyerekek az jó dolog szerintem. Volt olyan, hogy amíg Marian valamit csinált, de és ő a gyerekek bent voltak, addig én vigyáztam rájuk, és akkor mértünk, vagy... Tudta, hogy mit kap a csomagba. Ez mind attól függ, hogy az ember hogy áll hozzá, és hogyha az ember jól áll hozzá, akkor a gyerekek is jól állnak hozzá. És egyértelmű volt, hogy lesz közös gyerek? Igen. És terveztétek a
negyedik gyereket? A második közöset? Hát Ágos után igen. Igen, hát ez egy külön sztori. Igen, tehát beszéltünk róla, hogy esetleg lehetne próbálkozni. Igen, és meg is kaptam a magamit, mert hogy én jártam orvoshoz, és ugye rajta van a papíromon, hogy potenciálisan steril. Hát mert hogy nem jött össze egy évig, és akkor elmentem vérvétel, és akkor egy évig nem jön össze, akkor az potenciális steril. Igen, mert megnézték a hormon háztartásomat, a hormonjaimat, és annyira a béka fenek alatt volt, hogy mondták, hogy premenopauzában vagyok, nekem már fogadjam el, valószínűleg nem lesz gyerek. Egy babát elvesztettek. Marian sírva összecsomagolta a régóta őrzött babaholmit, és lemondott arról, hogy lesz egy kislányuk is. Majd spontán ismét várandós lett. Akkor jött, hogy ugye, hogy én megmondtam? Hát nem. Hát jó, megmondtam, hogy nem kell rögtön eltemetni mindenkit, elsíretni mindenkit. Van idő, lehet próbálkozni. Hát még jó, sikerülhet de hát is. Azért már nem, én se vagyok olyan fiatal. És jó. Akkor így meg még mikor kiderült, hogy kislány, és így meg még nagyobb volt az öröm.